Menekültellátási központot létesített Nagybánya önkormányzata az ukrán menekültek megsegítésére Lelkesen Ukrajnáért névvel, melyben 200 személy számára biztosítanának szállást, étkeztetést, egészségi ellátást, illetve iskoláztatást a kiskorúaknak. A megyei hatóságok arról számoltak be, hogy a háborús konfliktus kitörése óta a román határt a Máramaros megyei átkelőhelyen átlépő menekültek közül mindössze 34 személy kért menedékjogot. A korszerű standardoknak megfelelően berendezett segélynyújtó központ készenlétben van, a helyzet jelenlegi alakulása arra enged következtetni, hogy a következő héttől már üzemelni is fog. Még egy hét, és elindul az a többsége Ukrajnának, akiknek már nincsen semmiük, nincsen pénzük, nem fognak tudni már vásárolni semmit, mert már nem lesz semmi. Remélem, hogy nem, és kiegyezik majd Oroszország Ukrajnával, de mindenre fel vagyunk készülve. Az alprefektus azt is elmondta, hogy a máramarosi hatóságok egyelőre nincsenek olyan nagy nyomás alatt, mint a moldvai megyék. A megyei kórház vezetősége is készséget mutatott arra, hogy szükség esetén átvegyenek orvosi ellátásra szoruló menekülteket, vagy akár háborús sérülteket. A Magyar Képviseleti Párt máramarosi szervezete arra törekszik, hogy a háború kitörése után egy héttel rendszerezettebbé és céltudatosabbá tegye a sok irányból érkező segélyakciókat. Picit bonyolultan működik ez a dolog, de így lassan-lassan a gépezet beindult, és még ha úgy is tűnik, hogy néha kaotikusan van megszervezve a dolog, azt kell mondjam, hogy példátlan egyrészt az összefogás, másrészt az emberek mobilizációja. Az egyházi szervezetek és plébániák is összefognak, adományokat gyűjtenek, amelyeket önkéntesekkel szállítanak ki a határátkelő helyekhez. Innen juttatják tovább Kárpátaljára, a célközösségekhez, vagy pedig a közös támogatási alaphoz járulnak hozzá vele. A mi plébániánk egy édesapát fogadott be Kárpátaljáról, akik 9 gyermeket nevelnek feleségével együtt. Most néhány napja érkezett, és őt sikerült kiteni, átmenteni Nagybányára. Mai éjszaka a felesége és a gyerekei érkeznek egy közeli határátkelőre. Őket is sikerül Kárpátaljáról áthoznunk. A civil szervezetek igyekeznek alkalmazkodni a mindig változó igényekhez, és a segítséget személyre szabott módon nyújtani. Kicsit belegondoltunk abban, hogy mennyire látszólagos és időleges az a biztonság, amiben mi most élünk, és hogy bármikor jöhet egy hasonló helyzet, és hogy ilyen helyzetbe kerül embereken mennyire fontos segíteni. Azt a tényt is kihangsúlyozták, hogy sokszor a pénzbeli adomány hasznosabb lehet a segélynyújtás céljából, hiszen a különböző helyszínen tevékenykedő segélyszervezetek ezáltal azokat a termékeket szerezhetnék be, amelyekre éppen reálisan szükség van egy adott helyen, a kialakult, mindig változó helyzetnek egy adott szakaszában.